kínai vendégeinket is, és nagy örömmel szolgál, hogy bemutathatom a céget, illetve ha megengedik, akkor abban a technikával mennénk, hogy a szlájdok mellett azokat a dolgokat emelném ki, ami a Tinával kapcsolatos, illetve bármilyen külföldi befektetéssel kapcsolatos tevékenységet mutathatná be. Én magam Kusai Tamás vagyok, és én Debrecenben élek, és a kelet-magyarországi, Bédő Magyarországnak kelet-magyarországi vezetője vagyok. Már meg is ijedtem egyébként, hogy mi hajdúvihariak túlreprezentáltak leszünk biztosan, mert annyira sokkal vagyunk ebből a történetből. A Bédő Nemzetközi Hálózatáról azt kell tudni, hogy körülbelül ilyen számokat tud mostanában produkálni. Ez a biztosan ismert a mi szakterületünk, ez a ügyvizsgálat, nemzetközi adózás, nemzetközi tanácsadó tevékenységet, ez a Big Four klasszikus esete. Mindenki ismeri a Big Four-t, azt a négy óriás céget, aki ebben a piacon működik. A BDO az ötödik a világon, ezek után közvetlenül jön. Annyi innováció van talán a rendszerében, hogy nem egy központban irányított egy cégcsoport, ugyanazokat a metódusokat használja, de ugyanolyan kötelező minőségi és szakmai követelményeket állít fel és hajt be. Ugyanúgy azonos technológiákat használ a saját területein. Ellenben nem közös tulajdonú cég, minden országban az ország illetékessége szerint egy tulajdonú emberek tulajdonolja. Tehát a BDO Magyarország volt, szakemberek tulajdonolják, és azok vezetik azokkal a megfelelően annak a minőséget, amit ezt világon bárhol lehet tudni. Ami számunkra ebben érdekes lehet, az az, hogy várhatóan, pillanatban 119 országban van jelen ez a szervezet. Hát azt bátran állíthatom, hogy minden olyat, amit a Big Four tud nyújtani szolgáltatást, ez a rendszer tudja nyújtani a világ bármely pontján jelen pillanatban. Kínában ismereteim szerint három BDO cégén dolgozik, ami számunkra ebben az kontextusban, amiben most beszélgetünk, azt is jelentheti, hogy bármilyen típusú gazdasági együttműködés, vállalati és egyéb típusú együttműködés esetén azokat a szolgáltatásokat, amik egy befektetésnél elengedhetetlenek, azokat úgy tudjuk nyújtani a partnereinknek, hogy a magyar partnernek nyilván a magyar szakembereken keresztül ugyanazokkal a technológiákkal, ugyanazokkal az ismeretekkel, mint ahogy adott esetben egy kínai partnernek a Kínában működő hasonló céggel való szoros technológiai együttműködés keretében tudnak nyújtani a kollégák, és ilyen mi közöttünk a kapcsolat az egy teljesen kiépített, rendszerszerűen működő, ugyanazon a minőségi biztosítási rendszerben, ugyanazon a technológián alapuló szolgáltatás. Amiből tehát profitálhatunk bármely befektetésnél, az az, hogy mindenkinek a saját országa beli szakemberekkel kell konzultálni a bizonyos befektetési vagy döntési pozícióval, aminek egyetlen hatalmas előnye van, mert amennyire úgy gondolom valamennyi előtt ismer, hát ez a bemutatás, számvitel, üzleti tervezés, adózás és megtérülések problémája, ez sok tekintetben hasonló, és nagyon sok tekintetben nagyon különböző a világon, és nyilvánvalóan azokat a szabályozási rendszereket a ottani szakemberek ismerik a legoptimálisan, vagy a legjobban. Továbbra azt tudnám mondani, hogy mindenféle szolgáltatást tudunk nyújtani, hogyha most arra koncentrálok, hogy a jelen pillanatban a befektetések lehetőségéről beszélünk, de a befektetések kapcsán szolgálunk ma már arról, hogy politikai környezet, szabályozási környezet kell hozzá, szokott arról, kommunikáció kell hozzá, és szó kell, hogy legyen arról, hogy műszaki területei vannak ennek a dolognak, nyilván semmilyen befektetés nem éri meg a 21. században csinálni, csak hogyha olyan minőségű műszaki hozzáadott értékeket tudunk tenni, ami a high-techhez juttat el bennünk.
neked, tehát van egy egész nagytöre, ami a elszámolásával, adózásával, üzleti, finanszírozási kérdéseivel foglalkozik, ez a mi dolgunk. És ebben, ebben a részében tudunk mi segítséget nyújtani. Ugye, mik is ezek az elemek, amivel foglalkozunk? Ugye, ha a könyvvizsgálatról beszélünk, ugye ez a vállalatlánc, ha így fogalmazunk, az elsősorban a könyvvizsgálatokkal foglalkozik, de felsorolásból ki is tűnik, hogy mennyiféle fajta számviteli nyilvántartási és beszámolási kötelezettség van a különböző vállalatoknak, különböző üzleteknek. Mindannyian tudjuk, hogy a különböző szabályozások, az Amerikai Egyesült Államok például a USGAAP, az IFRS nemzetközi szervezetekre vonatkozik, és még rengeteg egyéb szabályozás van, ami ilyen távolságból történt befektetéseknél alapvető kérdés. Ugye ezen alapul a mi adózási, megtérülési, befektetés, megtérülési pénzügyi hozamaink, illetve befektetéseinknek az elszámolása. Minden országban, és gondolom ez nagyon sokáig így is lesz, mert ugye erősen szabályozottak ezek a kérdések. És ezek a szabályozottságok nem a befektető, vagy az üzleti partner, vagy a mi elképzeléseinkkel múlik, hanem a szabályok igen rigorózus és nagyon kötött szabályok, amik között mégis hatalmas ellentétek, nem ellentétek, valami hatalmas eltérések. Ezeket az eltéréseket kezelnünk kell ahhoz, hogy szigorú legyen a eredményességünk. A könyvvizsgálat az elsősorban a külső képre vonatkozik, hallottuk ma már, hogy nem elég valamilyennek lennünk, ugyanolyannak kell látszanunk. Na most ennek az egyik abszolút piaci, tehát a valós eredményeink bemutatására a könyvvizsgálat szolgál. A nemzetközi piacon a könyvvizsgáló vélemények, a könyvvizsgáló jelentés, tőzsdei és egyéb jelentések mondják azt, hogy egy vállalatról, hogy azok az adatok, azok a képek, amik magukról közvetít, az valódi kép. Nem csak önkép, hanem valóban a szabályok megfelelőző kép. Hát egy tipikus terület még ez a könyvelés, beszámfejtés, mindenki számára ismert, én ezt egy szélesebben nem fejtődik ki. Jelen pillanatban is itt mi esetünkben elsősorban Magyarországra vonatkozik, valamennyien, akik a teremben vagyunk, tudjuk, hogy ez egy nem egy egyszerű mutatvány, folyamatosan változó szabályok mellett, és egyre bonyolultabbul oldjuk meg azokat, amik a munkaerőhöz kapcsolódó elszámolásaink és kötelezettségeink. Az is teljesen világos, hogy ezek a kérdések a befektetés területén, mint a befektetés megtérülésének egyik alapvető eleme a munkaerő és a munkaerőhöz kapcsolódó költségek kérdése, alapvető fontosságú és egy olyan szakmai kérdés, amihez ismételten mindenféle területen, tehát mindenféle országban a saját szakembereket tudjuk ajánlani, és azt gondoljuk, hogy ez az igazi komparatív előnye annak, amilyen rendszert mi tudunk adni. Másik ilyen kérdés az adótanácsadás. Összefoglaló néven adótanácsadást hívott szolgáltatás, de semmi más, mint egy adó és adótervezés és adóoptimalizálás, illetve az adózási rendszerek közötti eltérések ismerete. Előadás címében is szerepelt, hogy nemzetközi adótanácsadásnak a szerepe ebben a dologban. Felhívnám mindenkinek, mi befektetésnek szándékkal van Kínából, Magyarországon, Magyarországról Kína felé, egyébként bármely más országban is ugyanígy van, hogy mindenhol erős szabályozás van a bemutatás és a költségvetési kapcsolatok területén. Egy beruházás, hogyha minden egyéb területen kialakított és minden egyéb területen optimális, nagyon súlyos károkat szenvedhet a pénzügyi finanszírozásában, illetve a központi és helyi kormányzattal történő úgynevezett költségvetési kapcsolataiban, amit Magyarországon ilyen így definiálunk, lényegében az adózási és ahhoz kapcsolódó beszámolási és bemutatási kötelezettségeit nem helyesen teljesíti. Az olyan, hogy mondjam, büntetéseket és egyébként vonhat maga után, ami adott esetben az egész beruházást is veszélyeztetheti. Az is egy teljesen világos, ha most ebben a kérdésben, hogy az adózást szokták
is már a teremben is el is hangzott, hogy az adózás mennyire fontos, egyébként az adózási előny mennyire fontos, hogy egy befektetés hosszú befektetés kihasználásánál. Azt is el kell mondanom, hogy volt szerencsénk kínai számíteli és adózási kérdésekkel is foglalkozni, és azt kell tudnunk, hogy a kínai és magyar viszonylatban nem csak a rendszerek eléggé eltérőek, hanem még az általuk használt fogalmak is jelentős eltéréseket mutatnak. Tehát nem teljesen ugyanaz a bevételi struktúra, nem teljesen ugyanaz gondolják eredményen, vagy nem teljesen ugyanaz nézik adót. Nyilván globális közgazdasági szemléletben hasonlók a fogalmak, de amit konkrétan ott nekünk a kötelezettségén kerüljönnek, azok még fogalmi szinten sem teljesen egyeztethetők, mert feleltethetők meg abszolút egymásnak. Ezért én azt gondolom, hogy ezen a területen mindenki, aki ebben gondolkozik, hogy valami együttműködés ezen a területen a két ország, a két országban bejegyzett vállalkozások között végrehaj, annak alapvetően fontos, hogy ezeket a fogalmi és kategóriabeli különbségeket megfelelő szakemberrel föltárja. Nyilvánvalóan mindenki ismeri a adótanácsadás, nemzetközi adótanácsadás különböző szintjeit, ez egy nem új dolog. Az is teljesen világos, hogy lehet szeretni a globalizációt, vagy lehet gyűlölni a globalizációt. Az mégis valamilyen módon egy a szempontból is szembe jön velünk. Tehát ma már a történet olyan, hogy akkor a nemzetközi forgalom vállalkozások egymással olyan szoros és átfogó kapcsolatban lévő vállalatok vannak, amelyeknek nem csak egy európai kivetülése, hanem akár egy világ, tehát több földrész közötti adózási és számíteli filozófiai különbségeket is át kell tudniuk hidalni. Erre valók ezek a megoldások, amiket mi szívvel tudunk önöknek ajánlani. Azt még azért közben megmondom, hogy van szerencsénk egyébként ebben a relációban is bizonyos tapasztalatokkal rendelkezni, hiszen a Magyarországon ma már jelenlévő bankkocsájnak ilyen típusú partnerünk, és nyilván adózás és számítetés ellenőrzési kérdésében a bankkocsájnával rendszeresen működünk együtt a megfelelő szerződéseink során. Ha a következő üzletágra tekintenénk ki, ugye ezt mi pénzügyi tanácsadóként foglaljuk össze, ez valamennyinek világos, hogy egy konkrét beruházás esetén a beruházásnak a műszaki és egyéb tervein túl egy nagyon szoros pénzügyi közgazdasági tervezés sem kell bírni ahhoz, hogy a valódi lehetőséget és a valódi eredményeket így tudjuk aknázni. A pénzügyi tanácsadási szektor, láthatjuk a tranzakciós speciális üzleti és a finanszírozási tanácsadási része, az egyértelműen arra szolgál, hogy egyes projekteknek, egyes vállalatoknak, illetve egyes befektetéseknek a megtervezése során a üzleti partneri, illetve a műszaki technológiai, valamint a piaci szegmensen túl annak a finanszírozási, ha tetszik, pénzügyi üzleti modelljét is tudjuk kezelni, illetve ebben a beruházó szándékozóknak képesek legyünk segítséget nyújtani. Hát ez a magyarországi BDO-ra külön jellemző, hogy elég erős személyzeti tanácsadói tevékenységet is folytat. Ez ugye a magyar adózás és a magyar vállalati rendszer érdekes. A munkaügyi és a kafetéria, illetve egyéb hivatalos rendszereken keresztül ez egészen a munkaerő kiválasztás, bizonyos és munkaerő közvetítés, munkaerő felkészítés, bizonyos területen és kiterjedik, inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy egy beruházás eredményeként létrejött vállalatnál már a menedzsment kiválasztás
vállalatnak a vezető és az ő arculatára rány, az arculatát rányomó emberek fogják meghatározni magát a vállalatot és annak a sikerességét. És ez egy alapvető kérdés, hogy olyan emberek kerüljenek oda, akik a képességeik és a képzettségük, valamint az elkötelezettségük révén is a vállalat arcaivé tudjanak lenni, és a vállalathoz olyan erőt és olyan hozzáadott értéket tudjanak tenni, aminek a kiválasztása a pénzügyi és vezetői vonalon egy ilyen külön tudomány, és ez a külön tudomány egyébként immár Magyarországon is legalább 20 éve erősen művelt tudomány. Korábban nem így volt. És a magyar bérónak van egy másik sajátossága, ez nem minden bérjó cégnél létezik így. Van egy nagyon nevés szálloda, turisztika és ingatlan üzletágunk is. Egy jó felkészült csapat a szállodaiparra, a szállodák telepítésével, idegenforgalommal, azoknak a belső átvilágításával, technológiai közgazdasági paramétereivel foglalkozik. Itt is jelentős sikereket értünk el, és elég dinamikusan fejlődik ez az üzletágon a társaságunknak. Én azt gondolom, hogy a mai tanácskozásnak a keretei között ugye egy fontos kérdés lehet meg, hiszen a központi kormányzati képviselő által is vetített egyik fontos együttműködési terület, az például a turisztika, illetve a ehhez kapcsolódó csere megoldások, és ebben igen komoly lehetőségek lennének a magyar gyógyvíz és a magyar szállodaipar számára, illetve a kínai partnereinknek a befektetési lehetőségei is, úgy gondolom, hogy ezen a területen elég jelentősek. Mert azért az teljesen világos, hogy Magyarország még a szálláshelyek számában és a szálláshelyek minőségében egy maradványa, eléggé kiadázatlan a terület ahhoz képest, amilyen adottságokkal rendelkezik ez a jó sorsa érdemes ámrekítsi ország. És akkor zárásként a információ technológiáról szól a kérdés, az számunkra nem ugyanaz, amit a szakúrútól hallottunk, hiszen mi a szakmai információ technológiára gondolunk, az IT-nek a mi szakmán területén történő biztosítására és annak a minőségi kérdéseire, ami egy nyilván az információ technológiában egy parciálisabb szakmai kérdés, de számunkra meg, hogy a mi szolgáltatásunk nem csak a partnereink felé, hanem a harmadik személyek felé is szólt, tehát a mi tanúsítmányunk a saját felelősség vállalásunk mellett a piacon szereplő harmadik személyek felé is biztonságot kell adni. Ja, ezért ugye azok a IT-rendszerek és azok meg biztonságosságon számunkra kiemelten fontos, egyrésztből a véleményeink kialakításakor annak megbízhatósága érdekében, másrésztről mi is természetesen arra gondolunk, hogy semmiféle megoldások nem lesznek mások az elkövetkező 5-10 évben, mint az informatikai megoldások és még a tervezési, közösségi tervezési, a beszámolási, vagy adózási, vagy üzleti tervezési kérdésekben, és az informatika fogja